A dolgozók korábban azt az ígéretet kapták, hogy ma visszakapcsolják az áramot a nagybecskereki öntödében. Ez azonban nem történt meg. A munkások úgy tudják, a munkaadó már az átszervezési terv elkészítésekor mintegy 400 millió dinárral tartozott az áramszolgáltatónak. A tulajdonos azonban a dolgozóknak is sok pénzzel tartozik. A munkaadónak rendeznie kell minden kötelezettségét. Azt kérjük, hogy először fizesse ki az októberi bérünk második felét, majd mielőbb a novemberi fizetést is, ha azt szeretné, hogy újra dolgozzunk. Munkaadónk 2 éve és 3 hónapja a kötelező járulékokat sem fizeti. A dolgozók arra is panaszkodnak, hogy nem megfelelő munkafeltételek mellett dolgoznak, hiszen a gépek egy részének már lejárt a biztonsági szavatossága is. Itt ugyanaz a forgatókönyv, mint más vállalatokban, amelyeket bezártak. A kérdés az, hogy meddig fog tartani ez a folyamat. A munkaadó elmaradt a bérek, az adók, a járulékok és az áram fizetésével is, hogy a munkafeltételekről ne is beszéljünk. Valójában a tulajdonos adósságainak az összege sokkal nagyobb, mint a cég értéke. A radiátor átszervezési tervének megtárgyalására és elfogadására január 27-én kerül sor a belgrádi kereskedelmi bíróságon. Az öntöde újraindítása előtt a dolgozóknak legalább 10 napi előkészítő munkára lenne szükségük.